A Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja írt ki rajzpályázatot hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekek számára. A diákoknak környezetvédelem, állatvédelem, az internet veszélyei és a vagyonvédelem témakörben volt lehetőségük elkészíteni pályaműveiket. Több mint 200 rajz érkezett, amiket egy 5 tagú bizottság bírált el. Ennek a bizottságnak a vezetője egy festőművész rajztanár volt, ő képviselte a szakmát. Azt kell mondanom, hogy mindegyik rajzon látszott, hogy a gyerekek sokat foglalkoztak vele, és sok munkát fektettek ebbe a pályázatba. Ugyanakkor ez mégiscsak egy verseny volt, választanunk kellett közülük, választottunk is. Ahogy mondtam, elsőtől a negyedik osztályig elsőtől harmadik helyzetet választottunk, és ugyanígy volt a felső tagozatban, illetve mindegyik kategóriába külön díjast választottunk, és a győztes gyerekek ajándékutalványban részesültek. A legjobbnak ítélt munkák készítői a tamási rendőrkapitányságon vehették át díjaikat, ahol az országos és a Tolna megyei roma önkormányzat tagja, Pongó Ignác elmondta, ez az együttműködés a rendőrséggel már 20 éves múltra tekint vissza. Annak idején Kuti kapitány úrral, a tamási rendőrkapitányság vezetőjével kötöttük mi ezt, és ebből alakult ki egy egész megyei együttműködési megállapodás, és ez nem csak arról szól, hogy focizzunk együtt, beszélgessünk együtt, különböző közös rendezvényeket csináljunk, hanem ez szerteágazó dolgokat takar magával. Ezúttal 10 tehetséges diák vehette át a jól megérdemelt jutalmát Tamásiban. A jövőben is kiemelt feladatként kezdedik, hogy amikor csak lehet, a hátrányos helyzetű diákokat is bevonják, esetleg az ő szemszögükből lássanak egy-egy megnevezett témát.